ugye a hétfői mérkőzésen szünetes napjára kapta Énok a kezdőrúgást, ami sajnos végül neki egy rossz élmény lett, és szeretük volna ebből kizökkenteni. A klub és a csapat úgy döntött, hogy meghívjuk az első heti edzésünkre, és be fog szállni közénk, és velünk fog edzeni. Az NTK-ban emelkedik, tehát adta is magát a helyzet, hogy akkor itt legyen köztünk egyből, és akkor kicsit átlendítsük ezen. És biztos, hogy nagy élmény lesz neki is, ugye az edzést is úgy alakítjuk, hogy neki minél több szerepe legyen. A testvére is csatlakozik hozzánk, úgyhogy ő is az MTK-ba nevelkedik. Így együtt remélem egy jó kis élményen lesznek túl, és a jövőre ez egy nagy töltés számukra. Felnőtt csapatunk szerdai edzése, tehát az MTK Budapest U8-as csapatában focizó Varga Énokkal és az U14-es alakulatunkat erősítő Varga Dániellel egészült ki. A születésnapos Szépe János rendhagyó köszöntése után először bemelegítéssel indult a tréning. Majd a labda is előkerült, és gólerős utánpótlás játékosunk többször is bevette a kiskaput. Labdavezetés, hogy először oda kellett passzolni, aztán visszapassz, fölpasszolni, visszakapod, visszapasszolod, és aztán ott volt még egy ember, annak lepasszolod, ő pedig berúgja szembe kiskapba. Nagyon szeretsz, azt láttam gólt rúgni, meg elég eredményes vagy, nem? És mesélsz egy-két gólodról, hogy milyen gólokat rúgtál már? Pickát, meg felső kapás gólt. Ilyeneket tudsz rúgni? Már messziről külsővel rúgtam egyet. Miért szeretsz támadó lenni? Hát mert a támadóknak könnyebb dolga van. Csak rúgni kell előre. Gólt rúgni. Az edzés végén csapatunk nevében Bognár István adott át a fiúknak ajándékot. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Freestyle FC is rendszeresen az Újhidegkuti Nándor stadionban rögzíti látványos videóit. A népszerű formáció vezetője, Lipták Zoltán is meglepte a fiúkat. Ígértem, hogy ajándékot, mert kétszer megpróbáltam, úgyhogy ez a tér, ez a facilapta. Igen. Én terveztem, úgyhogy úgy vigyázzál rá. Ne rúgjátok szét. Na jó, ügyes fajta, gratulom még egyszer, és hát így tovább. Legalább ünnep a tesor. Köszönöm szépen! A rendhagyó nap ilyen mosolygósan ért véget. Boldog születésnapot, Énok!